Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Merkantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója. Pár évvel ezelőtt, amikor a Suzuki GSX-es 1000 először járt nálunk, az egy maradandó élmény volt mindannyiunknak. Abban az évben talán az egyik kedvenc tesztmotorunkat köszönhettük benne. Most idénre megújult ez a motor, te nyerted meg ezt a Suzuki-t, úgyhogy meséld el nekünk, mi változott benne, mert én megmondom őszintén, hogy itt tanktól hátrafele nézegetve olyan nagyon sok változást nem látok rajta. Hát azért szögletesült egy kicsit, de térjünk vissza az alapmodellhez. Hogyha emlékszel rá, ott még a 1000 után volt egy F, illetve egy S betű, attól függően, hogy mennyi burkolatot kapott a gép. Most ez úgy néz ki, hogy letisztult, és most már csak ez az egy fajtája van. Amit tudni kell az új gépről, hogy Euro 5-ös normára szabták át, ebből adódóan ugye azt várnánk, hogy egy kicsit romoljon a teljesítménye. Hát a 150 lóerő helyett itt most 153 lóerőt kapunk, ami azt jelenti, hogy föltornázták 3 lóerővel a teljesítményét a motornak. Ezen kívül átszabták egy kicsit a kipufogó rendszert, a leírásokban 4-2-1-nek hívják, ami annyit jelent, hogy a 4 leömlőből csinálnak 2-t, aztán a 2-ből hozzák össze magát az egész kipufogó rendszernek a végét. Dupla katalizátor van benne, illetve 2 darab. Egy kicsit szélesedett, illetve pontosabban megmaradt a kipufogó rendszernek a vége, amit hát beszélgettünk a járókelőkkel, illetve szakemberekkel is, és azt mondták, hogy ez az egy olyan dolog van, amit azért jó lett volna, ha átszabott volna a Suzuki, tehát nem ugyanazt a kipufogó véget kapta volna a modell. Viszont az kiderült az együttmotorozások során, hogy ugyanolyan gyönyörű markáns hangja van gyári dob létére, mint amire a mai napig emlékszem, hogy annak annyira egy öblös, nagyon kellemes hangja volt, hogy még azt is mondtuk, ha jól tudom, hogy igazából egy extra sportkipufogót sem érdemelne meg a motor, mert annyira klassz a hangja. Ez meg is maradt, nem? Ha csak nem valaki extra lóerőkre vágyik, a hangja az baromi jó, tehát az eléggé markáns. És ugye a városban motoroztam vele nem keveset, vagy város is, és azonnal észreveszik a motort, és ez nem abból adódik, hogy valami irdatlan nagy hangnyomással jön ki a hang belőle, hanem egyszerűen szép a hangja. Most az elejét nézve, megmondom őszintén, hogy ott fedezném fel a legnagyobb változást, és hát bár nem szoktunk ugye esztétikailag véleményt formálni, mindig azt mondjuk, hogy ugye ez ízlés dolga. Kinek a pap. Igen, de van nagyon sok mondás. Nekem azért egy kicsit ez olyan, hogy mondjam, megosztó, maradjunk ennyiben, tehát kicsit olyan, mint a földcsúszamlás történt volna az elején, lecsúszott volna az egész eleje. Mint hogyha találkoztál volna valamivel, 10 emberből 7 azt szokta mondani, illetve azt mondta eddig, hogy hát ezen dolgozhattak volna még egy kicsit, mert nagyon-nagyon-nagyon futurisztikus. Ami nekem szembeötlő volt egyből, hogy annyi kis szöglet és rés van ott elől, hogyha az ember normálisan le akarja tisztítani a motort, akkor ott azért gépészkedni kell. Tehát lehet, hogy innentől idáig fél óra alatt megvagy, de a másik egy óra az maga az eleje. Ugye nagyon kicsi kis lámpatestek vannak bent, ez összesen azt jelenti, hogy van 2 darab lámpaegységünk, és közte még egy ilyen helyzetjelző fény, aminek hát sajnos nem jöttem rá az értelmére, mert ugye a tompított fény az folyamatosan világít, ettől kezdve ez egy ilyen design elem lehet. Az egész rendszerről azt kell tudni, hogy ledes. Tehát este közlekedtem a motorral, és azt mondom, hogy a távolsági fényt sem kellett nagyon néha felkapcsolnom, mert olyan jól megvilágította az utat, hogy nem kellett azzal foglalkoznom, hogy még kapcsolgassam azt is. Ami nekem egy nagy piros pont az, hogy ugye most tetszik az eleje, vagy nem tetszik, ez nézőpont kérdése. Ami viszont biztos, hogy az indexeket szépen hozzáigazította ez a forma világhoz a Suzuki, tehát nem rátettek egy ilyen tucat indexet, amit többi motorra, így van, hanem azért szépen akkor konzekvensen vitték végig ezt a design vonalat az indexekre is.
üléspozíció, első, hátsó, és ha jól láttam, akkor ez nem egy gyári ülés, mármint hogy ez nem az alapáras ülés, mert azért ilyen kidolgozottságú üléssel nem nagyon szoktunk találkozni alapmodelleken. Hát ez egy extra felszereltség, ugye ez pluszba lett rátéve, illetve hát még van a motoron egy-két olyan dolog, ugye a bukógombák, a tankpad, illetve az emelőszem, ami ugye extrákba fölkerült a motorra, illetve hátul van még egy felni csík, amit hát így hirtelen nem is vesz észre az ember, csak hogyha jobban odafigyel. Erre az ülésre visszatérve, tehát erre az extra ülésre nagyon kényelmes és nagyon stabilan tartja az ember, tehát nem csúszkálok. Többféle ruházat volt rajtam, főleg az eső miatt ugye föl kellett venni egy esőgatyát, és jellemzően ugye, amikor azt fölveszünk, akkor azt veszük észre, hogy az ülés az érdekesen kezd el működni, mert csúszkálunk össze-vissza szanaszét. Hát ennél egyikkel sem volt probléma, se a farmer, se az eső ruházat nem csúszott rajta. És hogyha már itt középtájon tartunk, és beszéltünk ugye már a motorról, akkor egy érdekes dologról tudok még számot adni, az pedig az, hogy a kitámasztó, amikor a motor eléri az üzemi hőmérsékletét, utána érdekes módon elkezd fölkeményedni, és hát gépészkedni kell vele egy kicsit, hogy kinyissa az ember. Lehetséges, hogy ez csak beállítási probléma, de ez szembeötlő volt. A másik ugye a motorhoz kapcsolódóan nagyon sok új elektronikát kapunk, tehát az elektronikai csomag az egy eléggé széles skálát mutat. Alapjában véve ugye bele van építve egy 5 fokozatú kipörgésgátló, amit ugye te tudsz szabályozni, illetve egy 3 fokozatú motor karakterisztika, ami úgy néz ki, hogy az A fokozatnál ott leadja a teljes teljesítményét a motor, a C-nél pedig, mivel itt nem nevezik úgy, hogy rém fokozat, de alapjában véve elsős időben azzal lehet a legpraktikusabban közlekedni. És akkor előjön ugye a Suzuki összes motorjába beépített alacsony fordulatszám asszisztens. Hát régen mondtam már ilyet, hogy motorral ennyit lefulladni nem nagyon sikeredett. És az nem elődmodeleknél, hanem a társmodeleknél, ugye például a V-Stromnál is próbálkoztunk azzal, és sokszor elmondtam, harmadik fokozatban, meg második fokozatban is lazán el tudok vele indulni, mert ez a segítő egység, ez ténylegesen... Nevezzük lefulladásgátlónak. Lefulladásgátló, az annyira beavatkozik, hogy tényleg az ember ilyen buta barát módon el tud vele indulni. Hát ennél próbálkoztam én nagyon sok mindennel. Hát akkor és is ott kettő dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy valamiért ezen nem működik. Vagy pedig hibás. Az Honcsik Zolit kéne ugye emlegetnem, aki már nagyon régóta nem tesztelt nálunk, aki azt mondta, hogy tanuljak meg motorozni. Hát lehet, az se egy rossz ötlet. Lehet, hogy ez, és akkor mi a harmadik? A harmadik pedig az, hogy ugye bár én sem tudok róla, meg ezek szerint te se, hogy ez a funkció esetleg kibe kapcsolható lenne, és hogy nincs bekapcsolva jelen pillanatban, hát, ugye? De ezt majd megkérdezzük a Suzuki srácoktól. Elég sok mindent néztem itt a menüben, ugye, mert itt is azért lehet kapcsolgatni nagyon sok mindent ide-oda, amoda, de gyanítom, hogy ez nem kikapcsolható, tehát ezt alapból kéne tudni. Az elektronikának lehet, hogy valami aprócska súrlódás van, és ez hát eléggé kellemetlen volt. Azt mindig elmondjuk, ugye, hogy nem szoktunk belenyúlkálni a motorokba, ez ahogy megkaptuk, úgy használjuk. Lehet, hogy egy kicsit testre kéne szabni, mert egy kicsit keménynek érzem a motort ezekre az utakra. Tehát talán te is láttad, már jöttél mögöttem is, hogy pattogtam rendesen. Igen. Az úthibákon. Lehet, hogy egy kicsit lágyítani kéne rá, aztán lehet, hogyha meg bemennénk vele egy pályanapra, akkor meg teljesen tökéletesen működne, de hát sajnos... Vagy csak ugye... átlépjük a határt valamilyen irányba, akkor is egyből kisimulnak a dolgok. Igen. És fékekkel hogy voltál megelégedve, mert ugye itt is már viszonylag régebb óta a Suzuki elkezdte preferálni ugye az olasz gyártót, és hát ezen is a Brembo-nak a fékei vannak fönn. Azt tudom elmondani, amit erről a gyártmányról lehet mondani, teszi a dolgát. Gondolom az a motorerővel, nyomatékkal nem sok problémád volt tekintve a Donor GSX-er blokkot. Hát igen, a GSX-ernek a blokkja van lebutítva, de ezt már korábban mondtuk az előd modellnél, és alapjában véve ugye nagyon nyomatékos, tehát azt kell tudni a motorról, hogy 0 km-esen vettem át, én járatom be, most ilyen 600 km környékén járunk, 1000 km-nél lesz az első kötelező szerviz, amikor olajat cserélnek benne, és attól kezdve lehet igazán volt cibálni a bajszát. Ugye 11 000-ig lehetne kipörgetni, ugye ott van a piros mező,
Hát közelében nem járunk, de azt mondom, hogy nem szűkölködünk. Tehát ez az 5000-es fordulatszám maximálás, vagy maximum is bőven elég ahhoz, hogy tudjunk vele normálisan közlekedni. És a rugalmasságról pedig annyit el lehet mondani, hogy az ember kicsit lusta, és nem nagyon akar váltogatni, akkor is 6-ba így 50-nél még el tudunk szépen menni vele, és el is tudunk normálisan gyorsulni. Mindezt amellett kell elmondanom, hogy gyors váltó van a rendszerben, lefelé-felfelé normálisan tudunk kapcsolgatni, tehát nem kell kuplungot használni, csak az első fokozatnak a kapcsolásánál. És még ami nagyon fontos, hogy ezt az elektronikát is lehet kapcsolni, hogy hogyan szeretnénk, hogy működjön. Gyors beavatkozású legyen, vagy lassú beavatkozású, erre is van lehetőség. Ugye a kettő közt annyi lesz a különbség, hogy a gázcsutkát, ugye, hogyha valaki nem tudja normálisan kezelgetni, tehát nem elég gyors a csuklója, akkor ugye a lomhábra érdemes átállítani ezt az elektronikát. És hogyha már itt tartunk, ugye itt sem kell nagyon sokat gondolkodni azon, hogy a gázadagolás az már elektronikusan történik, tehát nem egy bovden cibálgat valamit. Magyarán ez az 5000-es fordulatszám, mint ami a jelenlegi állapotot tükrözi, azért ez nem azt jelenti, hogy te többször beragadtál volna valahova, vagy olyan szituációba kerülsz, ahol nem húz ki onnan a temérdek nyomaték. Nem, mert... csak annyi, hogy nem lehetett feszegetni a határokat, nem tudtam megnézni azt, hogy mondjuk egy harmadik sebességfokozatban mennyi a vége a motornak, bár lehet, hogy az, arról már nem is szabadna beszélni ebben a műsorban. Ezt akartam mondani, hogy amúgy sem nézheted meg a jelenlegi kressz alapján, hát, ez egészen ennyi. Biztos. Ami még így most, hogyha a vérvonalat nézzük, érdekesség, ugye van egy 750-es modell, vagy volt, ugye, amit az idei évben kivezetnek, és ehelyett fog bejönni a 950-es, amiről már nagyon sok portálon lehet olvasni. Hát arról azt kell tudni, hogy ugyanez a blokk lesz benne, és ami itt a C fokozat, tehát a motor karakterisztikánál, őnála az lesz a csúcs. Ennyi. Hát ezt majd meglátjuk, hogyha valójában megjelent a motor, hogy mik a paraméterek, meg mik a trükkök, amit a Suzuki kitalált. És akkor itt szerintem az utolsó dologra is rátérhetünk. Hát így van, hogy azért ez egy elég masszív és hogy mondjam, minden igényt kielégítő csomagnak tűnik, csak mennyire mérik ezt? Hát 4 és 5 között van. Uh-huh. És ez nem órában mérve, amint tudjuk, hanem millióban. De azt mondom, hogyha valakinek megvan a kellő tapasztalata már, nagymotoros tapasztalat, jó pár kilométert magába tett, ez a fazon tetszik neki, tehát ez a fél naked vonal, és nem csak egy maga szeretné használni, és egy ilyen univerzális motort szeretne magának venni, amivel pályanapra is ki tud menni, kirándulni is el tud menni országhatáron belül, sőt, akár talán kívül is, akkor az egy nagyon jó választás lehet neki. Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Merkantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója.